Hát lássuk, hogyan lehet ellenőrizni a szórás homogenitás feltételének teljesülését jazzben. És ez a jelenlegi videósorozat, ez a pontdiagramokon fogja ellenőrizni a szórás homogenitást. Gyakorlatilag azt fogjuk megnézni, hogy hogyan tudunk pontdiagramokat kikérni a változókhoz, mire kell figyelni, illetve hogyan lehet a pontdiagramokat értelmezni, hogyan kell azokon eldönteni, hogy a szórás homogenitás feltétele teljesül-e vagy sem. Van azonban egy másik módja is a szórás feltételének ellenőrzésének, ez pedig a Braj test. Egy egyszerű Pearson korrelációnál én nem nagyon tapasztaltam azt, hogy a kutatók egy ilyen nagy ágyúval, mint a Braj test ugranának neki a szórás ellenőrzésének. Egy többszörös lineáris regresszióban azonban szükség lehet rá. Viszont maga a Braj test működésének megértése a jelenlegi statisztikai tudásunk mellett nagyon nehézkes lenne, úgyhogy ezt elfogom és majd akkor fogunk a Brajspagan tesztről részletesen tanulni, és annak a módszertanát megtanulni, amikor a linális regresszióval is már megismerkedtünk, és azoknak a számítási módjait már kellően jól ismerjük ahhoz, hogy a Brajspagan teszt működésének megértése már ne jelentsen számunkra problémát. Oké, tehát ebben a videó sorozatban mi most pontdiagramokat fogunk nézegetni. Az adatbázis, amin dolgozni fogunk továbbra is a, WHO VBI jólét kérdőív, és ugye két változó között vizsgáljuk a kapcsolatot, ez pedig a szűk kapcsolati kör mérete, illetve a WHO VBI jólét változó. És a kettő kapcsolatára ugye Pearson korrelációt akartunk csinálni, és a Pearson korrelációnak egyik feltétele a szúrás homogenitás, vagy ahogy egyébként összefüggés vizsgálatokban nevezni szoktuk, a homoskedasticitás Hát erre egyszerűen egy pontdiagramot kell kikérnem. Ugye fontos az, hogy a feltételeket mindig olyan adatokon ellenőrizzük, amit aztán majd az adott próba is látni fog, tehát csak azokat az adatokon csináld meg a feltétel ellenőrzését, amit aztán majd a Pearson korreláció is látni fog. Na most egy pontdiagramon nyilván, ha valakinek hiányzik az egyik változóban az értéke, akkor azt nem szoktuk tudni ábrázolni, és ezért ezt a problémát JASP-en belül nem kell majd észben tartanunk. Majd meglátjuk, hogy az Excel viszont a hiányzó értéket egészen, értékeket egészen speciálisan kezeli, és majd ha Excelben kérjük ki a pontdiagramokat, akkor erre a problémára, a hiányzó értékek problémájára vissza kell térnünk. Most egyről viszont nincsen erre szükségünk, úgyhogy egyszerűen ki kell kérnünk egy pontdiagramot, azt a deskriptíven belül találjátok meg, rákattintunk a deskriptívre, és akkor kell nekünk a szűk kapcsolati kör mérete változó, illetve kell a VB jólét változó. Ez alapból egy ilyen leíró statisztikát ad ki nekünk, de nekünk most nem erre van szükségünk, hanem a pontdiagramokra, azt pedig lent találjátok a plocban plocon belül találtuk olyat, hogy scatter plot, és hogyha ezt bepipáljátok, akkor a Jasp elkezd karikázni, és nem sokára kiadja nekünk a pontdiagramot. Lehet látni, hogy most X változónak került be a szűk kapcsolati körmérete, a VBI jólét pontszám pedig Y változónak. Ha ezt szeretnétek megváltoztatni, akkor egyszerűen itt kell megváltoztatni a sorrendjét a változóknak. Most a VBI van fölül, a szűk kapcsolat van alul, és ennek megfelelően megváltozott a, és y változó ö, is. Ezt most visszaállítom, mert szerintem pszichológiailag egyébként értelmezhetőbb az, hogy akinek több ö, szó, ö, jobb szociális hálója van, több ember van, akire támaszkodhat, annak a pszichológiai jóléte is magasabban helyezkedik el. Hát lehet látni, hogy a jasp a pontdiagramjai ö, látvány szempontjából azért még hagynak némi kívánni valót maguk után, ö, viszont van néhány olyan fenszi tulajdonságuk, olyan fenszi funkcióik, amik miatt érdemes mégiscsak a Jesszben belül ránézni legalább ezekre a diagramokra. Az egyik az, hogy itt lehet látni uh, histogramokat, illetve ezek még nem histogramok, hanem density uh, sávok, uh, amik megadják azt, hogy az adott változónak, uh, változónak milyen az eloszlása. Uh, ezt lehet kikérni ilyen sávozott formában is, de hát is állíthatom histogramra is, uh, akár csak az egyiket vagy akár mind a kettőt át lehet külön állítani, de hogyha gondolod, ezeket egyébként a nonnal le is lehet venni a grafikonról, minden esetre hozzáadnak nagyon sokszor a grafikon értelmezéséhez. Aztán a következő, ami tök izgalmas lesz, és mondjuk a linealitás ellenőrzésénél aktívan használni is fogjuk ezt a funkciót, az az, hogy nem csak az egyenest, a lineális regresszió egyenesét lehet felhelyezni a pontdiagramra, hanem rá lehet helyezni egy ilyen kis simított görbét is, mely jobban követi a pontoknak a tényleges útvonalát. Ez a smooth érhető el. Hogyha szeretnéd mégis a lineális regresszió egyenesét felhelyezni, a lineális modellt, akkor át kell állítani ezt lineárra, és akkor egy egyenest fog felhelyezni a grafikonra. Végül pedig itt láttok egy ilyen szürke sávozást, ez is nagyon menő egyébként, ez egy konfidencia intervallum, amit föl lehet helyezni így a grafikonokra, tehát gyakorlatilag megadja azt, hogy ez a regressziós egyenes mennyire biztos, hogy tényleg ezen az útvonalon halad. Meg lehet adni a konfidencia intervallum szélességét is, de egyébként ki is lehet ezt kapcsolni, hogyha szeretnéd. És igazából a Szórás homogenitás szempontjából nekünk összviszennyire van szükségünk, szükségünk van magukra a pontokra, és szükségünk van a lineális regressziós egyenesre, és akkor az visz annyi a dolgunk, hogy megpróbáljuk eldönteni azt, hogy ez a regressziós egyenes körül a pontfelhő mindenhol hasonló szélességűnek tekinthető-e. Ezekkel az egy-egy ilyen kiugró értékekkel nem kell olyan nagyon törődni, ezeket maximum, mint több dimenzió kétdimenziós outlierek érdemes egyébként figyelembe venni, de ilyen kismértékű eltérés, ez nem jelenti azt, hogy itt olyan hű, de nagyon vastagabbá vált, válna emiatt a pontfelhő. Úgyhogy egyszerűen megnézi az ember holisztikusan az alakját a pontfelhőnek, és megpróbálja megállapítani, hogy olyan kb. egy egyforma vastagnak tekinthető-e mindenhol. Úgyhogy én a szórásomogenitás feltételét egyébként ebben az elemzésben teljesültnek tekinteném. Majdnem biztos vagyok benne, hogy a Brajspagan teszt sem talált volna nagyon nagy eltérést a szórás homogenitástól.